Sziasztok! Ebben az epizódban a konverter fétist fogjuk kimaxolni Sándorral, fogunk beszélni a Prism Titánról, illetve megnézzük a korábbi verziót, az Orpheus-t is, illetve ecsetelni fogjuk, hogy többi hangkártyához képest hogyan viszonyul ő, milyen kivételes kvalitásai vannak, és hogy miért preferálotta ezt már nagyon régóta, úgyhogy vágjunk is bele. Én át is adnám neked a szót. Kezdjük először azzal, hogy te már nagyon régóta a Prism hangkártyáját használod, ami ilyen 2010-re nyúlik vissza. Igen, 2010 körül. Nekem ugye volt egy Apogee Rosetta 800-asom, csak az úgy az nem nagyon tetszett. És akkor bementem a Hitspace-be, azt beszéltem ott a srácokkal, és a körül jött ki az Orpheus, pontosabban utána egy kicsivel jött ki az Orpheus a Prism Sun-tól, azt meghallgattuk, nagyon jónak tűnt, és akkor én azt vásároltam. Ugye klasszikus zenéhez elsősorban én azzal foglalkozom, úgyhogy igen, tehát az 2010 környéke. Uh-huh. És akkor az Orpheus-t kezdted el használni, illetve neked ugye van a Prism, illetve per Mazelek előfokod igen. is. Igen, igen. Ugye Mazelek össze bútorozott ott egy pár berendezéssel a Prism Sun-dal, és a Prism Sun Mazelek, ugye ez a neve, de ez valójában a Mazes csinálja, vagy csinálta ezt az előfokot. Ebből van nekem kettő. Uh-huh. Unit, ez 2x4 csatorna. Mert ez egy ilyen nagyon tiszta hangú preamp, és ugye neked az a megközelítésed, hogy szeretnéd minél inkább valósághűen rögzíteni a történéseket. Igen, 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 ez a valósághű, ez egy nagyon veszélyes szó, nagyon sok értelemben. Igen, a legkevésbé színez, talán mondjuk így, amiket eddig preampokat hallottam, mert ugye a klasszikus zene az arról szól számomra, vagy hát amikor klasszikus zenét veszek föl, hogy ugye a sound maga az a hangszer és az ember, aki játszik rajta, a maga a művész. Tehát nagyon sok tizenmilliókat költenek hangszerre, nagyon jól kezelik ugye ezeket a hangszereket, tehát ott ők maguk megcsinálják a maguk kis szandját, és meg kell próbálni azt rögzíteni, ami legközelebb áll ehhez az ő elképzeléseikhez. Illetve ugye magát az egész helyszínt is megpróbálod ugye ilyenkor elkapni, mert egy térmikrofonázást is... Igen, persze szoktál. Kell ilyenkor, hogyne. Igen. Persze. Tehát ugye vannak közeli mikrofonok, vannak tér mikrofonok, most, hogy ki mennyit rak, az már egy más kérdés. Ugye az akusztika az egy rendkívül fontos eleme a klasszikus zenének, mert általában valamilyen akusztikai környezetben játszanak az emberek, vagy a művészek, ha nem, akkor azt gyakorlásnak hívják, és otthon. Azt otthon művelik általában. És ugye nagyon fontos, hogy milyen felvétel szempontjából, hogy milyen jellegű ez az akusztika. Van egy-két olyan hely, ahol én szeretek, meg ugye együtt is voltunk felvételeket csinálni, mindjárt arra törekszem én, hogy minél inkább az a szempont érvényesüljön, hogy van egy előadó, és van egy hallgató, és a hallgató, nevezzük így, hogy a tökéletes lehallgatási pozícióban próbálja meg hallgatni az előadást. Ugye ezt próbáljuk felvétellel valamilyen módon, hát nem feltétlenül visszaadni, hanem megközelíteni, vagy azt az illúziót teremteni, mintha ez történne. Tehát minél inkább átadni azt az élményt, ami ott volt. Igen. Igen. Egyébként ez elég jól sikerül, mert amikor a Vácon voltunk, ugye még annó a Klavinz zongoragyárban, akkor annak is volt egy ilyen különleges akusztikája, az nem ilyen templom volt, mint igen. Ahol egyébként... Ez egy ilyen gyárépület. Igen, volt. Igen. És ott is ugye, amikor a 40-41-et raktad közelre, és akkor 40-11 volt a tér, 40-06. 40-06, ja igen. Igen 40-06 volt a tér. Igen, és akkor is, amikor mit mutattad, hogy mit vettünk föl, nekem így egyből visszajött, mint amikor ott kameráztam, és tényleg ott álltam a hangszert, hogy ilyen 1-2 méter, hogy így, basszus, ez tényleg ez így szólt. Igen. Igen, igen, igen. De persze ez nagyon, nagyon függ attól, hogy milyen a tér, és hogy hova teszi az ember a mikrofont. Igen. Milyen messze, mennyire...
jön a térnek a teljes jellege, vagy csak egy bizonyos része a térnek a jellegéből, tehát azért azt ki kell kísérletezni minden helyen. Igen, ezt szoktam látni, hogy amikor azt fölrakod, akkor több ilyen pozícióval meghallgatod, hogy jó legyen. Most is, amit itt mutattál, mert ugye pár napja voltunk a baptista templomban, csinálni a Prismmel egy ilyen tesztet, illetve hogy a DPA mikrofonokat hasonlítottunk össze a kedves ügyfelünknek, akkor is ugye, ahogy így mutattad, hogy hozzá tolod a teret, az egy ilyen nagyon izgi dolog volt, és akkor nem egy ilyen kvázi szeparált, intim felvétel lesz, hanem akkor ott egyből érzem, hogy így, ja igen, egyébként ez így szólt. Igen. Nos, ugye itt az volt a különleges kérés ebben a felkérésben, ugye ez egy teszt volt, gyakorlatilag ugye mikrofonteszt, hogy... Hát meg interfészteszt is. Meg interfészteszt is, igen. Az volt a kérés, hogy ők nem tudják megoldani egyenlő csak a két mikrofont, tehát hogy egy ilyen sztereó képet vegyünk, és akkor azt kísérleteztük ki távolságokkal, hogy milyen arányban szóljon a direkt hang, milyen arányban pedig hozzá ugye a tér, és akkor azt a pozíciót próbáltuk megtalálni, ahol egyensúly van a két dolog között, és akkor raktuk, hogy felvettük ugye a titánnal, az Orpheusszal, és felvettünk egy RM-ét. Igen. UCX2-t azt azért vittük el, mert ugye a standalone is tud működni, tehát adott esetben nem kell számítógép, hanem csak ledugod a mikrofonokat, onboard kompresszorral, EQ-val, automatikus jelszint vezérléssel nagyon ügyes dolog tud lenni, és itt ilyen streamelés is volt ugye az egyik szempont, ha jól emlékszem, illetve az volt a kérés, hogy nézzük meg, hogy egy, ami ott a helyszínen adott Elelent 7SQ7-es pult versus a Titan, ami egy dedikált stúdiós high-end konverter, ott mekkora lesz a diffi, illetve a kettő közé raktuk be akkor ugye az ilyen 500 ezeres kategóriába az UCX2-t. A Titan azért borsosárú, az ilyen 1,5 millió körül van most. Nem segít rajta az árfolyam. Igen. És ugye ez volt akkor a kérés, hogy nézzük meg, hogy ott mennyire lehet érezni. Viszont amikor itt mutattad, azért ugye a konvertereknek a karakterében is itt volt egy szignifikáns diffi, amit észre lehetett igen. venni. Ugye akkor beszéljünk erről, magukra a konverterekről. Ha nekem rangsorolni kellene személy szerint ezt a három konvertert, most az ellenhintet azt ott nem hallottam, úgyhogy azt nem tudom. Úgy néznek ki, hogy a Titán az első, utána nem sokkal az Orpheus, és aztán jönne az eleme. Most a Titán és az Orpheus között tulajdonképpen a Titán az az Orpheusnak egy ilyen ranc felvarrott változata, csúnyán szólva, tehát hogy modernizálták az elektronikát, ha jól emlékszem, más benne az órajelgenerátor is, a preampok is nevezzük így, hogy talán egy kicsivel jobbak, tehát újabb mindenképpen a konstrukció, de a kettő közti különbség, már az Orpheus és a Titán közötti különbséget én olyan 2-3%-ra tenném, ha lehet ezt így megfogalmazni. Ugye itt hallgattuk egymás mellett kapcsolgatva a két konvertert, és talán a Titán, amiben jobb, az a részletessége. Tehát jobban lehet nagyítóként használni egy-egy mix esetében, precízebbek a dinamikái is egy kicsivel, de nem fogok most rohanni és azonnal titára cserélni az Orpheusomat. Tehát ekkora különbség ott a kettő között nincs. Valamivel jobb, viszont, vagy nem viszont, nem tudom, jellegéből adódik, hogy a Titánnak egy picit több magasa van, mint az Orpheusnak, és talán dinamika is egy kicsit intenzívebb ben van jelen, de mondom, ez 2-3%. Vannak olyan zenék egyébként, itt ahogy különböző zenéket hallgattunk, ahol nem is hallani a különbséget egyáltalán, igen. De van, ahol meg igen, tehát hogy akkor egyértelmű, hogy ez egy kicsit részletesebben halljuk. Az RME-vel összehasonlítva már azért ott nagyobb a különbség. Az RME-nek van egy kicsit harsányabb magasa, például, amit én annyira nem
Igen, ezt szokták mondani, hogy ilyen szeretem. Németesen kemény magasa van. Igen, igen. És van egy olyan érzésem a dinamikával kapcsolatban, hogy mintha kompresszálna, tehát egy picit így összenyomja a hangot, de nem kompresszió, ezt nem így kell érteni, hogy akkor most ezért rondán, de nem annyira dinamikus, mint akár az Orpheus, nyilván akár a Titán. Úgyhogy tehát én ezt vélem fölfedezni így ezekben a konverterekben. Illetve ugye, amikor néztük hogy most a felvételi részről a DA konverziós részére áttérjünk, ugye korábban hoztam neked ADI 2 DAC FS-t, meg Cranborn R8-at is, mert az kvázi ugyanaz, csak feketében, és ugye amikor először mutattad, és akkor még csak az Orpheus-szal néztük meg, akkor ugye nekem az volt az első benyomásom, hogy a Prism az ilyen rettenetesen rendbe rakja a közepeket, és ahhoz képest az ereme, és ez vicces, mert egyébként az is egy nagyon jó hangkártya, úgy szólt, hogy gyorsan kapcsolgattuk, mint hogyha én csörtető magasra lett volna, és a közepe az valahogy úgy annyira nem volt az igazi. Tehát az ember füle nagyon gyorsan megszokja azt, hogy ez ilyen jó. Igen. Viszont ugye az Orpheus meg a Titán között, ott meg ugye most itt azt fejtettük meg, hogy amikor kapcsolgattuk, hogyha több ideig hallgatom az egyiket, akkor ilyen 10 másodperc alatt már megszokom, hogy az hogy szól, csak ha átváltom, akkor van az, hogy ja, az egy kicsit izéme. Nekem egyébként a Titán felé húz abszolút. Tehát úgyhogy nekem nincs Prism, és most mondjuk azon gondolkoznék, hogy tök jó az ereme, de mi lenne akkor, hogyha újítanék, akkor a Titánnál ott viszont ugye az egy nagyobb hogy mondjam, nagyobb. Igen, igen. Hát igen, mert az eremének a magasát azt ugye én szeretem, hogy sok van neki, és úgyhogy a Titánban is meg érzem ezt az úgymond ez a clarity faktor, ez megvan benne. Az én, hogy mondjam, fülem ezt így könnyebben társítja. Illetve ugye azt is nézegettük, nekünk úgy jött a Prism képbe, hogy a PMC-nek egy ilyen mélyebb hangképe van, inkább az is ugye a jó dögös basszusokat, meg ezt a magas tartománynak a felbontását csillogtatja, viszont a Prismnek egy picit ilyen középre fókuszált hangja van, és ugye az a kettő viszont úgy jó párosítás. Azt még fontos megemlíteni, hogy a felvétel, amiről most meséltünk, azt majd meg fogjuk mutatni, tehát a pult hangja meg a Titán hangja közötti különbséget azt majd egy ilyen következő videóban ki fogod akkor elemezni, elmondod, hogy mi az, amire figyelni kell pontosan, és akkor majd látni fogjátok, illetve hallani ti is, hogy ez mennyire nagyot számít így a különböző interfészeknek a felvételi minősége. DA konverziót meg higgyétek el nekünk, mert azt így nem lehet átadni videón keresztül, illetve demo lehetőséget lehet kérni, és akkor abban segítünk. Mindenképpen, tehát nyugodtan beszélhetünk időpontokat, és akkor össze tudjuk hasonlítani a berendezéseket. Igen, igen, most is ugye egy ilyen kérdés volt, hogy akkor nézzük meg, hogy melyik DPA mikrofonnal vagyunk előrébb, vagy inkább hangkártyát érdemes vásárolni, tehát ez a puding próbálja az evés, ezt nem lehet kihagyni. És nem lehet kihagyni az ízlést sem, ugye ezekből a dolgokból. Abszolút high-end konverterekről beszélünk, tehát itt már azért nagyon sok minden múlik az adott embernek az ízlésvilágán, vagy felhasználási területen. Igen. Tehát a klasszikus zenére én ezzel teljesen meg vagyok így elégedve. Várunk titeket a következő részben is, addig pedig sziasztok! Sziasztok!